sziasztok srácok! Jaj, le fogom venni a zenét, most például. Sőt, az egészet leveszem egy picit, hogy lehessen engem normálisan hallani. Na, így már talán jó lesz. Na tehát, megkezdődik az amerikai őrület, a csőrös kamionok világa. Sziasztok! És a karrieremet előről fogom kezdeni. Teljesen. Na jó, nem teljesen, már azért vezettem vele. De nézzünk egy gyors fuvart. Mint látjátok, teljesen magyar a játék. Igazából. Nem is tudom, hogy mit. Hol vagyok most? Ja, tök mindegy még, hogy hol vagyok. Lakásdekoráció, bútor, gyűjtőtartály, funérlapok, függönyök, irodakellék, szellőző, rizs. Hű, van itt minden, játékok. Ekék. Homok. Ruházati cikkek. Los Angeles. Igen, itt már mentem egyet. De akkor most indulok. De nem akarok Los Angelesbe visszamenni. Gyűjtőtartály. És Nevadába át. Tonopába. Vagy ékrém. Szóval megy. Traki. Sajt. Ez Los Angeles. Nem akarok ilyen helyekre menni. San Francisco, játékok. Hú, ez jó, és egy szép kis kamionnal is. Ez a livestream egyébként föl fog kerülni YouTube-ra is. Szóval vissza lehet majd nézni. Trakier. Na, akkor nézzük meg kívülről a kamiont. Hűha. Még mindig hiányolom a füstöt a játékból, nézzétek a kipufogót. Semmi. Ha. Igazából egy grafikai update-et kapott a játék, egyébként ugyanaz, mint az RTS 2-ben. Két márka van és két állam. Amit itt láthattok is, milyen e-mailem jött. Pénzre van szükség, nincs most szükségem pénzre. Hol van világtérkép? Na, itt láthatjuk, hogy ez a két állam van a játékban, és megjelenés után pár héttel fog valamelyik állam belekerülni még pluszba. Meg nem mondom most, hogy melyik. És elméletileg még egy kamiont is kapunk. És ez full ingyenesen lesz majd a játékhoz hozzáadva. Most még nem olyan nagy a térkép. Sajnos. Na de akkor menjünk is. Először így kívülről gyönyörködöm benne, mert azért ez a grafikai update azért dobott rajta. Nézzétek meg az abroncsokat. Elég élethűek lettek. Ez a egyébként max grafikán játszom. Na, így ki fogok férni? Nagyon remélem. Pót fog beleakadni. Jó, elcsesztem, nézegetem a kamiont. Fizika az lényegében ugyanaz, mint az RTS 2-ben, azon nem változtattak. Szépen gördül át a kamion a fekvőrendőrön. Itt balra kell menni. Táj is lényegében ugyanaz, valamivel kidolgozottabb a dolog.
viszont hatalmas autópályák kerültek bele. Hát ott mondjuk pont most az nem nagy, de van benne 9 sávos autópálya is, 12 és 13 sávos autópálya is, felvezetőkkel, meg minden ilyen hülyeséggel. És a rendőrök is követnek már, hát követnek, azért az túlzás, de hogyha például itt most gyors hajtanék, most látjuk, hogy nincs itt sehol a rendőr, akkor nem büntetnek meg, mivel hogy nem látta rendőr vagy trafipax. Hogyha viszont van rendőr, akkor elkezd szirénázni, és mondjuk igaz, elmegy melletted a rendőr, nem állít félre, meg ilyenek, de megbüntet. Csak szirénázva elmegy melletted, aztán lekapcsolja és cső, ennyi. Hát még mindig jobb, mint a semmi. Ott a fülke, hú. Na, például ott jön egy rendőr. Most nem akarok gyorsan menni, mondjuk nem is megyek gyorsan. És annyira már az emmi is idióta. Kapcsolok lámpát, mert viszont azért megbüntet a rendőr, ha úgy lát meg. Tehát az emmi sem annyira idióta már. Civil járművek. Hopp, elenged. Na, ilyenekről beszélek. Itt láthatjuk, hogy autópályák se csúnyák, mondjuk ez csak egy kétsávos, de Los Angelesnél mondom 12 sávos autópálya van, ami azért elég jó. És tele van autóval, rohadt nagy a forgalom, mondjuk még dugóval nem nagyon találkoztam, remélem van benne. Meg ott éjszaknak se voltam még fönt, most megyek a Nevadába akarok teljesen átmenni, hogy azért a 66-os utat megtalálni. 55 mérföld a megengedett. Kis GPS-ot jelöli, de ezt ki is kapcsolom, ezt a, hogy élethű legyen. Most már látjátok, jóval többen megyek, majdnem 60 mérfölddel. És mivel nincs trafipax, nincs rendőr, nem kapok büntetést. De amint most egy rendőr itt lenne, vagy egy trafi, egyből jönne a bírság, és akkor menjek az anyámba, stb. Most így beállítom így a tempomatot. Hatalmas kamionok is vannak a játékban, mármint úgy értve, hogy nem maga a kamion, hanem a pótokat mondom, hogy itt van például egy rohadt nagy tanker, valamint egy óriás nagy billencsessel is találkoztam, az nagyon bejött, bár mondjuk még olyat nem húztam, de ki szeretném próbálni mindenféleképpen. Itt van két konténeres, itt jön szembe, mondjuk ez nem nagy szám. Mint láthatjuk, egész szép a táj. Szóval jó ki van dolgozva. Na, itt le kell menni, jobbra. De megfogta ez a emelkedő. Jobbról jó, balról jó. Akkor megyek. Közben meg megy le a nap. Még látjátok éjszaka milyen lesz a dolog.
Nem mondanám sokkal szebbnek. Hoppá, közben megy az index. Nem mondanám sokkal szebbnek, mint a LTS 2-t, de azért látszik, hogy valamit azért a srácok összedobtak rajta, grafikailag. Hey, pacik! Jaj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 
most majdnem benéztem. A San Franciscói híd. Remélem át fogunk rajta menni. Az nagyon adná a dolgot. Sőt, mi több. Tudja, hogy átmegyünk rajta. Ó, mi ez itt? San Franciscóban még nem jártam. Oaklandben vagyok. Jelenleg rendőrbácsi ott van. Előttem. Itt fizetős a buli. Aha, is megyünk fel arra a hídra. Királyság. Jó, 25 dodo. Jó, belefér. Ott valami nagyon gőzölög a távolba. Nézzük meg kívülről. Na, srácok, látjátok? Azért nem annyira csúnya a dolog. Hopp, itt van ez a billencsös, amiről beszéltem. Ah, most már nem neki mentem. Itt egy hajó is. Sőt, egy nagyobb hajó. Ez nem is a San Franciscói híd. Ó, banyek. De azért nem néz ki ez se rosszul. Na, megyek a külső sávba. Szép kis naplemente. Itt a híd! Hoho! San Francisco! Éljen! Csini! Hopp! Jó buli! Hopp, gyors hajtás. Csókolom. Mi a franc? Ó, oh, túl szűken fordultam. Engedj be? Nem engedj be.
Aj. Félreállok egy pillanatra. Várjatok, skacok. Pillanat. Jaj. Na, itt is vagyok. Tehát itt vagyunk San Franciscóban. Végre már egyébként nem ezek sablonvárosok vannak. Mint például az RTS 2-ben. Oj, megint gyorsan megyek. Azért valljuk be, hogy az elég unalmas volt, hogy az egyik város úgy néz ki, mint a másik város. Ja, nem itt. Itt. Ide hoztunk játékokat. Na és itt a következő újdonság a játékban, hogy meg kiválaszthatjuk, meg kell állnunk mindenféleképpen, majd kiválaszthatjuk, hogy hova szeretnénk parkolni, persze ez tapasztalati pontot plusz vad. Hogyha például oda betolatok, az plusz 90 tapasztalati pont. Ha azt mondom, hogy ó, menjünk biztosra, és akkor oda félreállok, az plusz 15. Sajnálom, de sietek kihagyás, az annyit jelent, hogy teljes mértékben kihagyom az egészet. Tehát nem parkolok sehova. Én most megyek biztosra, nem húzom ezzel az időt, hogy most itt bajlódjak. Egyszerűen csak oda félreállok. Nem fog beférni. Aj. Kicsit vissza kell tolatni. Gyerünk. Na, és akkor meg is van. Kiváló meló volt. És akkor ez a rendszer ugyanaz. Távolsági, értékes, törékeny, just in time fuvarok, üzemanyagtakarítás és veszélyes anyag, robbanóanyagosztály. Ez igazából ugyanaz. Ha rakok egyet a nagyobb távolságra, bár
nem tudom, hogy mennyivel sok több értelme van erre rakni. Na, jött közben még egy e-mail. Peterbilt kamionok eladó pénzre van szüksége, mi segítünk. Van saját kamion, hülyeségek. Na, nézzünk meg egy kamiont. Hogy is lehet azt tuningolni, meg ilyenek kereskedő meglátogatása. Tehát itt van ez a Peterbilt 579-es. És itt vannak a átalakított verzió. Csomóféle verzió van. Igazából így lehet testre szabni. Nézzük meg, vegyük az alapot. Testre szabás. Miért nem tudom testre szabni? No. Ja, itt tudom, jó van. Itt, hát ezek még nincsenek meg. Itt lesz majd olyan, hogy ez a hosszítása az alváznak. Itt lesz majd kétféle hosszabb verzió. És arra nagyobb fülkét lehet rakni, meg ilyenek. Itt a motor értelemszerűen váltó. Belső. Erre majd kíváncsi leszek. És itt vannak a festések. Hú, ez egy metálba. Nagyon pofás. Szóval itt lesznek ilyen nagyon, nekem nem jönnek be, ilyen nagyon csicsa airbrush-sal fújt gépek. Na, itt hát ebbe valószínűleg semmit nem fogok megmutatni. De amúgy lehet így, ahogy látjátok, első lökhárítót cserélni, majd felni. Kilincs. A lényegében ez ugyanaz, mint az LTS 2-ben. Sárhányok. Ez mi? Kipufogó. Majd lesz, hogy ide vezeted le a kipufogót, vagy fölnégy, stb. Stb. Lehet műszerfalt is. Első tükrök. Ja, ez valószínűleg, hogy itt az orrán lévő tükröket lehet majd beállítani. Ezt gondolom az oldalsó tükrök, így van. Első tükör, másik oldal. Oldalsó tükör. Lényegében ennyi itt a, ami van. 118 ezer. Akkor még kamionozgatni fogunk egy darabig, úgy érzem. De kilépek innen. Nézzünk egy újabb fuvart. Hol vagyok most? San Francisco-ban. Megpróbálok úgy Nevada felé nézni. Hát nem. Ez sem, ez sem, ez sem. Hát. Hogy rohadna meg. Oaklandből? Hova van? Ah, elmegyek itt a tengerpartnál. De Csini, itt vagyok a dokkban. Milyen kis utánfutó. Viszont a kamion az valami bődületesen szép. És ez ugyanaz a Peterbilt. Nem. Nem, ez nem Peterbilt. És ugyanez van, hogy eleinte csak ez a kis szar kabin van előttünk, és így meg lehet hosszítani az egészet brutálisan. Egy rohadt nagy fülkét. Ott van bent. Egy kis alvó kabin. Nem is kicsi. Na, akkor indulunk. Ki kéne innen találni. Elsősorban.
ezt a digitális GPS, hogy mi a jó istent, ezt kikapcsolom. Hát egy melós. Elméletileg erre nem lehet jönni, de én most eljövök erre. Szarok bele. Valahol a... itt kér. És tolhatatok vissza, banyek. Jaj! És jó, megszopattam magamat? De jó! Na! Elhúzzuk itt az időt belülről, megpróbálom kívülről a dolgot. Arra, arra. Jaj. Jó. Jó. Na, előrefele. Nem megy a... Az a szembe lévő, itt kell kimenni. Beastie Boynak intünk, kezét csókolom. Akkor itt balra. Jó kavérnyás útszakasz. Na mehetek. Itt van ez a nagy billentyűs, amiről beszéltem, ez baszott jó. Akartam felkapcsolni. És itt föl az autópályára. Még a kamion elé kijövök. Ó, itt már jöttek is le róla.
egyik át a másikra. Ez nem volt valami szabályos, amit most műveltem. Pillanat. Ó, banyák. Ezek túlcsúszok. Csak... ez meg olvasom. Egy-két dolgot. Jó. Autópályán tolassak? Tolatok. Meg is álltok mögöttem. Ó. Bocs, haver. Most ebbe szarok bele. Gyerünk már, barátom, mehetsz. Aj, most itt fogok kullogni mögötte, de jó lesz. Aja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 j
Nem jön semmi, mehetünk. Mi a kurva? Na. Bocs, de nem kaptam érte semmi büntetést. Zsírfeka. Megpróbálom ezt a kamiont megelőzni, mert nem akarok itt totyogni mögötte.
De szép az a tartálykocsi. Ajaj. Ők Santa Cruznál. Sok a lámpa. Balra kell fordulni. Hopp, egy bulldozer. Harmincas a tábla, ami meg pont annyi valamelyek jó van. De nagyon kavírnyázós a dolog, de legalább nem az a igazi RTS 2-es sablonos dolog. Amikor beérsz egy városba és mindegyik város, falu igazából Ctrl-C, Ctrl-V-vel lemásolva. Nem, itt minden szépen legalább ki van dolgozva. Tudtommal a promócos srácok besegítettek az igazi fejlesztőknek pályát építeni, ez azért meg is látszik a pálya részletes kidolgozottságán, hiszen nagyon egyforma, legalábbis én még egyforma városa vagy faluval nem találkoztam, és igazából nagyon adja az amerikai hangulatot, ilyen tipikus kisvárosok, falvak, meg főleg a nagyvárosok, San Francisco-i híd zseniális, mint ahogy az elején láthattátok. Most meg ilyen hegyes terep. Erre kíváncsi vagyok. Miért füstöl a tenger? Közben lezúzok. Itt lehet leállni, szép képeket csinálni a kamionról. Fűha. Leszek ám ebbe dolgok. Jó, kavirnyázós útszakasz. Hopp, kicsit leventem. De már mindjárt itt vagyok a végén. Dupla záró, oly panyek. Ez meg hívnak mobilon, de most nem fogom felvenni addig, amíg le nem tettem ezt a fuvart, majd visszahívom. És valószínűleg azzal a fuvarral véget is fog érni a stream. És visszanézhetitek elejétől a végéig, majd YouTube-on, ugyanis fölkerül majd oda. Jöjjön, milyen gyártelep. 30-as a tábla, én meg itt 50-nel húzok. Szevasz Gyuri! Majd mindjárt lerakom a fuvart és visszahívlak. Már mindjárt itt van a végén. Ne livestreambe hívogassá, baszod. Mint ahogy már mondtam az elején, akik lemaradtak volna, hogyha nincsen rendőr vagy trafipax a pályán, akkor nem kapsz büntetést, még gyorshajtásé sem. És hogyha viszont a rendőr előtt gyorsan hajtasz, akkor végre megcsinálták annyit legalább, hogy bekapcsolja a szirénát és megelőzés akkor, de nem állít félre, csak így kiírja, hogy megbünteted, de legalább bekapcsolja már a rohadt szirénát, ez is már valami. Nem itt. Ja jó, azt hittem már, hogy itt kell berakni ezt a dögöt. Ó, ez se jobb. Ó, mindjárt fürdök is egyet. Most komolyan?
Komoly? Jó, befér. Nem arról van szó, de hát azért... Hűha! Nagyon csini. Na, erről beszéltem, hogy végre nem az a sablonos pályák, mint az LTS 2-ben. Ilyen helyeken nem mentünk LTS 2-be. Soha se. Na, itt vagyok már, valahol. Mondjuk még a civil emberek még mindig hiányoznak. Mondom én, azt itt kosaraznak. Ott van valami ernyős csávó. Hát ez nagyon királyság. Lehet itt fotókat bőven csinálni a kamionról. Majd lemenő napba, új. Élvezkedés lesz. Mondjuk azért az hülyeség szerintem, hogy itt 55-tel lehet menni. Most komolyan lehozott az útról ide a GPS, most meg vissza-vissza ugyanarra az útra, vagy mi a bánat van? Megmutatta a játék, hogy ú, milyen szép tengerpart, gyere erre. Mi a jóisten? És vissza-vissza, és utána megint lekanyarodok róla. Ahogy látom. Új. Jó, mehetek. Itt egy rendőrbá. Na most, ha gyorsan mentem volna, akkor bekapcsolja a szirénát, és akkor... Még egy rendőr. Szerintem majd következő streambe, mint ahogy mondtam, elmegyek Los Angelesbe, és megmutatom azt a rohadt nagy autópályát, azt a 13 sávosat. Tényleg baszottul jó néz ki, és nagyon sokan járkálnak ott, mármint civil autók. Arra lennék kíváncsi, hogy azért vannak-e dugók benne. Nagyon remélem, hogy van. Főleg így, mikor az az autópálya beér a városba. Ó, itt is van a lerakat. Balról jönnek, kienged a barát, kifog. Kötelező. Hopp. Na, és itt a másik újdonság, aki még az előzőből nem látta, hogy választhatunk, hogy hogy rakjuk be. Ez a rendben hova álljak opció, ez a legnehezebb opció, amikor oda kell majd betolatnom. És ez egy plusz 40 tapasztalati pont. Vagy menjünk a biztosra, és akkor ide így jobbra fölállok. Vagy sajnálom, de sietek, és ezt most kihagyom, nem parkolgatok. És akkor tovább. Most nincs kedvem most betolatgatni, meg mi a tökömnek. Most annyira nem érdekel ez. Vagy betolassa? Már most már mindegy. Szépen ide félreállok. Kész. Túl is mentem rajta. Ja. Lerakom. Szokásos ugyanaz a menü. Semmit nem változtattak. Ez engem egy kicsit fölbasz, hogy annyi igényesség lehetett volna bennük, hogy a menüt. Menüt. Valamit csináljanak vele. De nem. Ugyanaz. Térkép. Oké. Ez két izé, mint ahogy elmondtam, ez a két állam van benne, majd a végén kap, mármint a megjelenés után kapunk DLC-be, pár héten belül, mármint a megjelenés után
egy-két héttel jön majd egy új állam, ami nem lehet tudni, hogy melyik, gondolom valamelyik e közül. Na mindegy, srácok, köszönöm szépen, hogy néztetek. Lesz még YouTube-ra is feltöltve, folytatom a karriert, és live-ba is fogjuk küldeni. Köszönöm a figyelmet, srácok, sziasztok!